nem fogadom azt el, hogy abban a pillanatban, amikor az ember meghal, akkor egyszerűen megszűnik mindaz az energia, ami benne van. Ez az energia áramlása tartja folyamat, tartja életben azt, ami az egész univerzum egyébként. Mert a mozgás nélkül az anyag, az csak anyag. Tehát kellenek a különböző energiák ahhoz, hogy élet legyen belőle. És a te elméleted az, hogy az emberben lévő energia megy tovább. A halál pillanatában valamivé át kell alakuljon. Jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy csak ennyit feltételezzünk, hogy mikor meghal az ember, akkor úgymond megszűnik szerv szinten, azt mondjuk, hogy megállt, a szíved kész. Hát igen, de nem az az energia benned, vagy igen? Hát nem tudom, erre próbálok rájönni, hogy oké, mi hajt minket? Hát mitől vagy életben? Hát igen, a szerv szinten a szíved az, ami a fontos, az agyad, tudat. Tudatodat, a lelked, nem tudom, hogy hova kerül, ha egyáltalán létezik. Lélek. Továbbra is azt gondolom, hogy nem fogadom azt el, hogy abban a pillanatban, amikor az ember meghal, akkor egyszerűen megszűnik mindaz az energia, ami benne van, hanem valamivé át kell alakuljon. Miért fontos erre választ találnod? Hát mert valahol megmagyarázza azt is, hogy miért vagy itt a Földön. Ad egy értelmet annak, hogy itt vagy.